Az intézetnek feladata különböző lakossági csoportok számára táplálkozási ajánlásokat kidolgozni, az intézetnek feladata olyan megelőzési programokat csinálni, ahol recepteket ajánl, és rettenetesen hiányzott nekünk az, hogy a gyakorlatban kipróbáljuk ezeket a recepteket, és ne érje az intézetet az a vád, hogy hát persze hát a íróasztal mellől nagyon könnyű leírni, hogy hogy néz ki egy céklarizottó. És még egy, ami miatt azt gondoltuk, hogy ennek itt helye lenne, azon kívül, hogy hát mondjuk a gyakorlatban is alátámasztjuk, hogy miért azok a receptek a jók különböző betegségekben egyáltalán az általános megelőzésre, hogy egy olyan szakmai háttér van az intézetben a dietetikusokkal, a laboratóriummal, ahol akár meg is tudjuk mérni, hogy mibe valójában milyen alapanyagban, milyen tápanyagok vannak, illetve a diétetikusok teljesen tisztában vannak azzal, hogyha mondjuk fehér liszt helyett graham lisztet választok, annak mik az előnyei. Ez az elmúlt év végére készült el, amit berendeztünk, és ennek alapján, illetve a programjainkhoz illeszkedve úgy gondoljuk, hogy elindítjuk alapvetően a lakosság számára a főzés hatalma főzőiskolát.